started well in the spirit. Elkezdted szellemben. And now you've ended in the flesh. És most befejezed testben. Paul told them in Galatians. Pál ezt kérdezte a Galatáktól. Foolish Galatians. Ti bolond Galaták. Who has bewitched you? Ki igézett meg benneteket? You started well in the spirit. Mert jól kezdtétek szellemben. Now you are in the flesh. Most pedig testben vagytok. When you get annoyed and offended. Hogyha kenetet veszel és megbotránkozol, would take your body. Akkor a megbotránkozás a testivé fog tenni. The flesh want to retaliate. És a test bosszút fog állni. The flesh want to fight back. A test visszavág. The flesh want to gossip. A test majd pletykálni. The flesh is arrogant. A test majd arrogáns lesz. The flesh is timid. A test majd félénk. The flesh is foolish and unwise. A test majd bölcstelen lesz, bolond lesz. And the flesh brings shame. És a test meg fog szégyeníteni. When you get offended, ha megbotránkozol, megsértődsz, you open the doors, akkor olyan ajtókat nyitsz ki, for shame, amelyeken keresztül bejön a szégyen. How many of you can be honest that you became offended and you said something and later on you regretted you said it? Hányan vagytok olyanok, hogy őszintén el tudjátok mondani, hogy sértettségetekben olyat mondtatok, amit utólag meg kellett bánni? You became offended and you said something. Megbotránkoztál, megsértődtél, és kiszaladt valami a szádon. And later you regretted you said that thing. És aztán utólag bánkódnod kellett. You became offended. Csak azért, mert megsértődtél. You insulted your husband. Például ilyet mondtál a férjednek. You insulted your wife. Vagy a feleséged. You insulted your boss or your subordinate. Megtámadtad a főnöködet, vagy a beosztottadat. Because you were offended. Azért, mert meg voltál sértve. And then later you sit back. És aztán you elment, it, és utólag már bántad. It's too late. De már késő. The essence of offenses. Ez a lényege a sérelmeknek. Is to destroy your personality. Hogy a személyiségedet tönkreteszi.